Acetilén előállítása kálciumkarbidból. Szükséges anyagok, eszközök. Egy dörzsmozsár törővel, kálciumkarbid, víz, univerzál indikátor papírcsík, cseppentő, gyufa, kálium-jodidos jódoldat. Törjük össze a kálciumkarbidot risszennyi darabokra. Helyezzük a kálciumkarbidot a csempe közepére. Egyik kezünkbe fogjuk a cseppentőt, másik kezünkbe gyújtsuk meg a gyufát. Cseppentsünk a kálciumkarbidra vizet. Erőteljes pezsgést tapasztalunk, majd pedig a keletkező acetilén gáz meggyullad, és robbanásszerű hevességgel elég a levegőn. A folyamat során kálciumhidroxid keletkezik, amely az univerzál indikátor papírral kimutatható. Látható, hogy pH 12-14 közötti értéket ad ez a kálciumhidroxid. Ha kálium-jodidos jódoldatot csöppentünk, tapasztalhatjuk, hogy a keletkező acetilén-gáz elszínteleníti ezt a kálium-jodidos jódoldatot. A folyamat természetesen addig ismételhető, amíg pezsgést tapasztalunk.